A dán sikeredző Kim Rasmussen első nagy próbája a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitányaként kezdődik számunkra az Európa-bajnokság, ma a csehek ellen, majd Dánia és Montenegró jön a csoportban. Csapatunkat hatalmas sérülés hullám sújtja. A kilátásokról Marcinka Zoltán, az MKS szakmai és sportigazgatója beszél most velünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt! Azt lehet mondani, hogy Kim Rasmussen oly sok siker és ahhoz társuló szerencse után most így hirtelen elsőre kifogta a pekhes feladatot, szóval ez egy kórházválogatott lesz? Jó kérdés. Friss hír szerint Szucsánszki Zita sem tud majd csatlakozni, illetve tartalékként legfeljebb. Igen, igen. Hát az ő személyisége azért sokat jelent, hogy egyáltalán keretben van, tehát úgy gondolom a szövetségi kapitány meghúzta azt, hogy esetleg egy-két mérkőzésre is, de kiviszi mindenképpen magával. Én úgy gondolom, ha kapitány személyénél maradunk egy kicsit, ő kihívások embere, ez bizonyította a lengyel válogatottal, viszonylag ismeretlenből kétszer is elődöntőbe tudta kerülni világbajnokságon. Hát ez a lehetőség szintén fönnáll most a magyar válogatottal, hiszen akkor se egy acélos lengyel csapattal kerültek be. Most én válogatott nem azt mondom, hogy nem a célos, de nem természetesen nem a vártnak megfelelő erősségű. Hát úgy is föltetem a kérdést, hogy az a válogatott, amelynek a gerincét azok a játékosok adnák, akik most mind sérültek, az a válogatott az EB győzelemre is esélyes lenne? Hát ennyire azért nem maradunk előre. Maradjunk annyi, hogy a kimaradók válogatottja egy jó mérkőzést játszhatna a mostani válogatottal, ez biztos, tehát erősségbe úgy gondolom, hogy felvenni a versenyt. Itt talán a fiatalos lendület, a tapasztalat lehet az, ami egy kicsit tud lökni a csapaton, és hát az új szövetségi kapitány személye szintén egy lehetőség lehet esetleg a kiugró eredményre. Én úgy gondolom, hogy a csapategység kiváló, többször láttam őket edzeni, felkészülési mérkőzésen, többször beszéltem velük, és most a csapatnak van egy jó kisugárzás, ez egy szerethető női válogatott. Tehát úgy tűnik kívülről, belülről, hogy a Rasmusseni kémia jól működik? Ez volt az egyik ok talán, ami miatt idehoztátok, hogy egy olyan mentális légkört tudott a korábbi csapatainál kialakítani, amely esetekben az esélytelenek nyugalma az a győztesek magabiztosságává vált. Igen, hát azért alaposan körülnézett a szövetség, mielőtt a szövetségi kapitány személyben döntött, és hát az a szerencsés szituáció állt elő, hogy eredménye volt, mielőtt megkapta a magyar válogatottat, úgymond, és közben megnyert még egy bajnokok ligája címet is, tehát ez tovább erősítette az önbizalmát, illetőleg azt a megfelelő hitet, amit a játékosok egy sztáredzőbe általában beinvestálnak. Na most Kocsis Máté szövetségi elnök szerint, illetve azt jelezte, hogy csak a csoportból való továbbjutást várja a vezetés a csapattól. Ha azt kérdezem, hogy miért, akkor rámutatsz a kórház ajtóra? Azt kell, hogy mondjam, hogy most nem kívántunk nagy terhet tenni a válogatottra, hiszen az építkezés évében vagyunk. Magyarország a többi válogatotthoz képest ezt az Európa-bajnokságot egy kicsit arra is szánja, hogy megmutatkozhasson a csapatnak a hátországa, a mélysége. Úgy gondolom, hogy távlati célként már következő évi világbajnokságon lehet majd valamit várni a csapattól, és nyilván a cél, a nagy cél a következő olimpiai szereplés. Tehát én úgy érzem, hogy nem célszerű most azzal foglalkozni, hogy ki nincs ott a válogatottban, meg ki lehetne ott. Én úgy gondolom, hogy ez a keret most megérdemli ezt a figyelmet és ezt a bizalmat, amit egy magyar válogatottnak kivár, és hát meglátjuk, hogy az első két-három mérkőzés után hova lehet majd behelyezni a magyar válogatottat. De azt gondolom, mindezek után sem tudod elképzelni, hogy az a baleset érhetne minket, hogy ebből a csoportból nem jutunk tovább. Megmondom őszintén, nem. De valósportból egy csapat nem. És az tényleg nagy baleset lenne, ha bár egy Európa-bajnokságon soha nem lehet biztosra menni, hiszen itt azért nagyon sok a jó csapat, és láthattuk a tegnapi nap folyamán, és hogy azért Németország meghúzta már az első nagy meglepetést. Hollandiát megverte rögtön, igen. Igen, Hollandia sikercsapat egyértelműen, tehát jelentős tényező világkézilabdázásban, és egy német csapat, aki eddig nem nagyon jeleskedett, egy új edzővel, ráadásul egy olyan edzővel, aki férfi kézilabdába jött, nagyon komoly meglepetést tudott okozni. Miért ne lehetnénk ezek mi a másik ágon? Ilyen szempontból ugye ma Csehország ellen kezdenek a lányok, és azt lehet mondani, hogy ebből a csoportból ez lenne az a bizonyos kötelező győzelem, ami már önmagában is gyakorlatilag továbbjutást érhet. Hát edzőként azt szoktuk kérni, hogy egy középerős ellenféle kezdjen a csapat, mert ez általában jó. Nem szabad lebecsülni természetesen válogatottat,
hiszen azért van 6-7 légiósuk, akik igaz, hogy nem jó csapatokban játszanak, de jó csapatokban játszanak, tapasztalt edzővel. Többek között a Metz mestereként a Buducnyosztot is le tudta győzni a Metz ebbe a BL szezonban, tehát az edző kvalitásokat sem szabad figyelem nélkül hagyni. De én úgy gondolom, hogy a magyar kézlabdázásnak a hátországa, a mélysége mindenképpen jobb annál, hogy azért a cseh válogatottól meg tudjunk ijedni. Én úgy gondolom, hogy egy egészséges, jó szellemű mérkőzésen egy magabiztos győzelmet kell, hogy arassunk. Na most, ha már itt azt mondtad, hogy legyen a mi águnk a meglepetés, és mi legyünk a pozitív meglepetés, hát az EHF szakírók erősorrendjében 5. helyre tették a magyar válogatottat. Hát akkor papíron azt is mondhatjuk, hogyha megnézzük, a többiek ezen a papír sorrenden jóval mögöttünk vannak, hogy még a csoportelsőség is adott lehet, nem? Minden előfordulhat, hiszen amíg a labda el nem kezd pattogni, addig gyakorlatilag mindenki esélyes. Én nem mennék azért ennyire mögé, nyilván az EHF szakírók is egy kicsit játszanak a számokkal, és mint EB fölvezetés, ez egy érdekes statisztika. Itt azonban elsősorban a felkészülési mérkőzések eredményét vették figyelembe. Hát nekünk ebből csak jó jutott, de vannak olyan válogatottak, akik azt az utat választották, hogy kemény ellenfélek ellen megmérettetik magukat. Nyilván az ő mutatóik itt egy kicsit gyöngébbek. Nem tulajdonítanék nagy jelentőséget neki, de úgy gondolom, hogy a csoportban akár az első hely is elképzelhető, egy jó csehek elleni mérkőzéssel. Dánok most nem annyira acélosak, mint ahogy ezt szoktuk, tehát ez a verhetetlen mítosz már megszűnt, és úgy gondolom, hogy most egy nagyon átalakulóba lévő Montenegro ellen inkább mi leszünk esélyesek. Nézzük azt, hogy miként látszik ennek a magyar válogatottnak a kulcsposztjainak a helyzete most így az EB előtt. Említetted és utaltál rá, hogy Szucsánszki Zitának ilyen szempontból nagyon-nagyon fontos szerepe van ebbe a közösségbe. Ki az, akinek föl kéne nőnie most így Görvic Anita mellé? Nagyon jó volt látni a legutóbbi mérkőzése, hogy a magyar válogatott elég masszív hátul, és ez egy jó kapus teljesítménnyel párosul. Én úgy gondolom, hogy kis Éva most már eljutott arra a szintre, hogy nemzetközi szinten is meghatározó kapus, sőt BL tapasztalta háta mögött annak is kell, hogy legyen. Januri Kinga tud hozni még valamit mellé, ő egészen más stílusú kapus, mentalitása kiváló, nem véletlen nyerte meg azt a kisebb csatát, amit a második kapusposztér kiért a szövetségkapitány. Úgy gondolom, szélen nem lesz problémánk, tehát mind a két oldalon vannak tapasztalt játékosaink. Hát amikor itt volt Rasmussen mester nemrégiben, akkor áradozott a magyar szélsőkről, azt mondta, hogy ez az a poszt, ahol látva a bőséget, hosszú távon is nagyon nyugodt. Igen, manapság a szélső poszt befejező poszt lett, és valóban így van, tehát a játék szervezésében viszonylag kevesebbet vállalnak a szélsők, és Bódi például nagyon jó kezű végrehajtó, tehát nagyon jó százalékkal lövő be a helyzeteit, de ugyanez az igaz másik oldalon is, tehát Erdősi például gyors indításban, vagy akár statikusabb támadásépítésben is jó befejező ember lehet. Nyilván itt van az lesz a kérdés, hogy mennyire tudjuk őket helyzetbe hozni. Na hát, és akkor itt tér vissza a kérdésem, mert hogy például Görvic Anita fénykorában nyilván nem aggódtunk volna azért, hogy mondjuk 3 találkozót egyedül irányítóként kell végig játszania, de hogyha azt nézzük, hogy bírni fogja-e, ekkora teher az most megfelel számára, és kik állhatnak oda mellé, kik vehetnek le ebből a teherből, akkor ezt hogyan látod? Hogyan látod a közepét meg a szervezést? Én most sem aggódnék, én úgy érzem, hogy Görvic Anita egy újabb virágkorát éli, vagy fogja élni. Viszonylag kevesebb játék lehetőséget kapott a Győrbe. Ennek megfelelően úgy gondolom, hogy erőállapotban megfelelően, tehát nem kilógozott állapotban, hanem egy jó erőállapotban érkezett. Felvállalja azt, és fel is kell, hogy vállalja, hogy ennek a válogatottnak most ő az egyedül világklasszisa, akire figyelni fognak. Én úgy gondolom, hogy mellette sok terület lesz majd a fiatal játékosoknak. Nekem az egyik legpozitívabb meglepetés az volt, hogy a Görvic Anita és a Klinics Kinga játék kapcsolata mennyire jó volt az utolsó felkészülési mérkőzésem, és ha már itt vagyunk nála, ő ez a fiatal játékos, akitől nagy áttörést várok ezen az Európa-bajnokságon. Na most a románok elleni felkészülési torna győzelem és egyáltalán az, amit edzésen eddig láttál Rasmussentől, Rasmussen-féle csapattól, ez milyen karaktert mutatott meg? Ugye azt is elmondta, hogy új játékrendszerrel próbálkozik. Hogyha
megpróbálnád megfogalmazni, hogy mi várható, és eddig mit vettél észre, vagy látható abból, amilyen ő lesz, az ő válogatottja lesz, akkor melyek lennének a fő jellemzők? Mindenképpen hátulról történő építkezéssel kezdjük, tehát a nagyon stabil védekezés, ő megtalálta. Kulcskérdés a védekezés. Kulcskérdés a védekezés egyértelműen. Ő megtalálta azt a belső védő párost, akire a védekezést építi, ez Kisfaludy, illetőleg Szekeres. Ez jól működött már annak idején Érden is, mikor egy klubban játszottak, most pedig a válogatottban szintén egymásra találtak. Úgy gondolom, hogy a kettes kilépők tekintetében olyan játékosaink vannak, akik ha tömegben nem is, de lábgyorsaságban, illetve lábmunkában fölveszik az ellenfelet, az ellenfél fölveszik a versenyt az ellenfél átlövőivel. Úgy gondolom, hogy a szélső védekezésünkkel probléma nem lehet, sőt, gyors szélsőink vannak, itt még a gyors indulásra is van lehetőségünk. Tehát összegezve a védekezésünket, én úgy gondolom, hogy ha olyan 20-22 gól környékén tudjuk az ellenfeleinket tartani, már pedig erre egy jó kapus teljesítménye lehetőségünk van, akkor a gyors indulásból szerzett gólok száma lehet egy jó alap a támadás vezetéshez. És végül a nőkkel kapcsolatban azt mondd meg, hogy ha az a bizonyos meglepetés faktor, a szerencse is jól működik, minden klappol, akkor milyen helyezés lehet benne ebbe a csapatba? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Hogyha számogatjuk a pontokat, most legyünk nagyon optimisták, akkor azt mondjuk, hogy legalább 2, de inkább 4 pontot kellene vinni a csoportból, hiszen a másik ág roppant erős. Vegyük azt, hogy szárnyal a magyar válogatott. És viszi az összeset, és viszi a 4 pontot, akkor még a második oldalon legalább 2 kellene gyűjteni ahhoz, hogy elődöntőbe kerüljünk. Ott már viszonylag azt mondom, hogy a másik ágról, tehát az AB csoport ágáról inkább verhető ellenfeleket kaphatnánk. Tehát jó esetben azt mondom, hogy akár végig is mehet a magyar válogatott. A realitások viszont azt diktálják szerintem, hogy 2 ponttal megyünk tovább a csoportból, ne legyen igazam, ezt tegyük hozzá, és szerzünk még 2, de legalább 3-at számítanék a középdöntőben, és akkor esetleg talán egy 5.-6. helyért játszott a válogatott, ezt se tartanám katasztrófának, sőt kimondott a jó eredménynek, a bravúr kategória pedig az, hogyha valahogy oda sikerülne jutnunk a legjobb 4 közé. A legjobb 4 közé. Utolsó utáni kérdés egyetlen a férfiakról is, ugye ők a VB-re készülnek a Veszprémi vezetőedző Szabaté Mester kapitány irányításával, függ-e majd az ottani világbajnoki szerepléstől, helyezéstől, hogy maradhat-e Szabaté ebben a kettős megbízatásban, vagy biztosan elvi alapon főállású kapitány folytatja majd január után? Szerződés egyértelműen a világbajnokság végéig szól, tehát most mindenki eddig tervez. Nyilván egy nagyon-nagyon sikeres eredménynél a szövetség is meggondolná azt, hogy esetleg ez a páros kapcsolat működik-e. Nyilván azt is figyelembe kell venni, hogy Veszprémben milyen feladatok várnak Szabatéra, hiszen a BL utolsó 2 hónapja az nagyon-nagyon erős, nagyon kemény, és hát nyilván az sem mellékes, hogy a játékosok közül kivállalja majd a válogatottságot a világbajnokság után. Jelen pillanatban erre nehéz most válaszolni, én úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell várni a világbajnokságot, addig a válogatottnak nyugalomra van szüksége, utána pedig ezen tényezők függvényébe kell majd dönteni. Hát akkor mától hajrá, magyarok! Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Nagyon szívesen!